Dérini Szépataki Rúza halálának 150. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Miskolcon a Szent Anna római katolikus temetőben. Az ünnepélyes megemlékezésen Kisdomonkos Márka Dériné program ügyvezető igazgatója mondott beszédében kiemelte, hogy Dériné szép a élete nagyban hozzájárult a mai színjátszáshoz, hiszen Vándor Színháza járta a világot, és ezt a missziót követi a Dériné program is. Nyilvánvaló nála a mint hogy azt itt a megemlékezésen mondtam is, hogy Dériné szép a kiróza járt járta az országot, és ugye a magyar nyelvű szín színjátszást vette, tűzte a zászlajára, és ez volt a fő, fő dolga és fő cselekedete egész év életében, hogy ezt meghonosítsa Magyarországon. Elment a lehető legkisebb falvakba, legkisebb településekre is innentől kezdve, Természetszerű, adekvát az, hogy a Dériné program, vagy egy ilyen program Dériné szép Rózának a nevét veszi fel. A déli program által szervezett eseményen beszédet mondott továbbá Pataki András, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára, aki kiemelte, hogy manapság mennyire fontos ez a megemlékezés, hiszen olyan személyek előtt tisztelgünk, akik életükben valamit hozzátettek a mai színjátszáshoz. Nagyon lényeges dolog főt hajtani azok előtt az elődök előtt, akikről a megemlékezés nyilván meghatja az embert. Itt azért van sok, egészen sok dologról is egyszerre szó, mert a magyar nyelvű színjátszás egyik élharcosa volt Dériné, azon kívül az utazó színházi lét ennek a hivatásnak a hírülvivője volt, aki a magyar nyelvű színjátszás elterjesztésében valóban oroszlán szerepet játszott. Ez erős analogia nyilván a mai Dériné programra, hiszen a Dériné program is utazik, olyan településekre viszel leginkább színházi élményeket, amelyekben egyébként erre mód nem igazán jönne létre. Erre az alkalomra a Dériné Társulat egy összeállított produkcióval készült, de a 150. évfordulóra nem csak ezzel, hanem a napokban megjelent Dériné Ifjasszony tévéjátékkal is, amit Budapesten mutattak be. Jövő év elejétől egy újabb misszióval egészül ki a Dériné program, mi szerint a történelmi Magyarország magyar lakta településeire is ellátogatnak. Tette hozzá Kisdomonkos Márk.